az utolsó gyertyát az adventi koszorú. Így ez a lángocska élete kezd. Kedves kenedi gyertyácska, én voltam az első, aki lángra gyújt az adventi koszorú. A béke gyertyája vagyok, de az emberek nem képesek életben tartani, ha az így meg tovább nem tudok másokat. Én vagyok a hit gyertyája, sajnos sok ember feleslegesnek tart, ezért kezdek fáradni. Én a szeretet gyertyája vagyok, az emberek nem törődnek velem és semmibe vesznek, és amikor rájönnek, hogy szükségük lenne rá, akkor rá mindig később. A kívánságlistát az előszobában, az asztalon lévő dobozba szokták helyezni. Ide jön érte mindig a Jézuska. Tani már, aki már másodikas volt, betette a listát a dobozkába. Neki eddig anya írta meg a levelét, de az idén már egyedül vetette papírral a kívánságait. Csupa olyan dolgot kér, ami által sokat lehet együtt a családjával. Miki, aki már negyedikes volt, azt gondolta, biztosan anya viszi el onnan, ezért nem akarta elsietni a dolgot. A család vacsorához készülődött, ami különleges alkalom volt, hisz olyan ritkán tudtak együtt lenni. Timi morogva jött ki a szobájába, anya hangjára. Mostanában mindenem puffogott, bármit kértek tőle a szülei, sőt, az iskolában is sokat felesett. Tomi viszont már kattant is, ahogy meghallotta anya hangját. Türelmetlenül várták az estét, mikor a kívánságlistát be lehet dobni a dobozba. A vacsora tálalva van, gyerekek, kézmosás. Jaj, már megint kezet kell mosni. Gyerekek, foglaljatok helyet az asztalnál.
Igen, így jó lesz. Benne van a kocsia, az okostelefonja és a tablet is. Így lehet a dobozban. De amikor a nappali ábrafa előtt ment el, kinézett, alig tűnt el, amit látott. A kék görb, az égből gyúlva, ereszkedett pontosan alá, gyúlva felét el. Mi lehet ez? Nem esik a hó, ez meg olyan, mint egy hatalmas hóhergeteg. És egyre nagyobb lesz, szólni kell a nápoéknak. De akkor a hatalmas göz irányt változtatva eltűnt az éjszakában. Timi ilyetten futott szülei szobájához. Anyu, fáj a hasam, itt aludhatok nálatok. Gyere, mutasd magad, nincs lázad, bújj ide, aludj csak itt velem. Oda bújt anyahoz és apuhoz, és elaludt. Ettől a naptól kezdve minden este ott ült az ablaknál, és veszettem figyelt a légoltot. Eltévedtem. Ha segítesz, ígérem, adok nektek hóesést karácsony estéjére. Kérlek, segíts nekem! Lábúj hagyján bement apu dolgozó szobájába, hatnak kinyitotta az irasztán fiókját, és kiemelte apu iránytűjét. Felvette a kabátját, és sárban kihasont a házból. Itt van az iránytű. Hű, ez olyan hatalmas. Ha, ez nem hógolyó, ez hóűhajó. Ha akarod, eljöhetsz velünk egy izgalmas ügyjáratra. Reggelre visszaérünk. Tényleg elviszel a bolygódra is? Beszállhatok az ügyhajóra is? Hát persze, gyere! És csak, ilyen a bolygó bárja. Tágas és a nyomó bárja. Egy gombnyomással beindított a hóűhajót, és már repültek is fel, egyre feljebb. A csillagok között vitt az út. Közelről látták a nagy medvét, a göncöl szekeret. Ja, és a többzat is. Ember lesz a neve.
Köszönöm, Hugo!
Sok szépen mondtam, sok mindent tanultam, de legfőbb dolog, hogy megtanultam, mi az igazán fontos. A csillagok között visszarepültek Kobolygóra, ahol tovább ünnepelték a karácsonyt. Tini hamar bement a szobájába, lerogyott az ágyra, és mély álomba szenvedült. Annyit ébresztette. Tini ébresztő átaludtad az egész napot. Tehát a tárkó. Nappali ajtót volt, Timi tudta, hogy mögötte ott áll a csodás karácsonyban, alatta az ajándék. Álmodtam, hogy tényleg létezik Kobolygó. Azzal Timi elővette az áttetsző gömböt, benne egy hóemberre felkapta, kicsit megrázta, és már ki esett is a hó. A karácsonyfán felnyúltak a fényen. Hurrá, esik a hó, ez csak is a gólműve lehet. Timi, vacsora, megyek már. Tettek egy fekvacsonati ünnepést, a szoba közepén ott állt egy zöld kicsikőjöka, rögtök jobbot lett, és mindes napon felszett is nőszörre. Let's go.